Ebben a mai videóban a káliumhiány jeleiről és okairól lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A finomított szénhidrátok, gabonaételek, süti fagyi, chipsek, édességek jelentős mennyiségű káliumot használnak el a testünkben. Az első káliumról szóló videóban, itt most meg tudod nézni, ha esetleg nem láttad még, említettem, hogy a káliumra szükség van a cukor eltárolásához a májban és az izmokban. Ha alacsony a kálium szintünk, nem tud elegendő cukor eltárolódni, így a testünk zsírt kénytelen létrehozni belőle. Ez azt jelenti, hogy az alacsony kálium szint hozzájárul a zsírlerakódásokhoz, illetve azt is jelenti, hogy ha több kálium van jelen, több szénhidrátot is fogyaszthatunk, mert van elegendő kálium, hogy a szénhidrátokat cukorként és ne zsírként tárolja el a szervezetünk. A cukor iránti vágy biztos jele a kálium hiánynak, tehát ha folyamatosan kívánod az édeset. Így ha van elegendő kálium a szervezetünkben, a cukor iránti vágy is csökken. Ha lefekteted a fejedet a párnára és hallod a füledben a lüktető hangot, ez is jelzi az alacsony kálium szintet. A kálium hiány jele a vízvisszatartás, az ödéma, a feldagadt boka, a vízfelhalmozódás, ami a súlyfelesleg legjelentősebb része. A magas vérnyomás 10-ből 9 esetben szintén szoros kapcsolatban áll az alacsony kálium szinttel. Sokszor csak káliumot kellene pótolni az embernek, és javulás állna be a vérnyomásában. Tehát ha magas vérnyomásunk van, nem kevesebb sót kell bevinni, azaz nem nátriumot kell csökkenteni, mert a nátrium is kulcsfontosságú a szervezetünk működéséhez, hanem káliumot kellene pótolni. Hogy vizuálisan is lássuk, a nátrium csökkentésnek ekkora hatása van a vérnyomás csökkentésre, a kálium növelésnek ekkora. A kálium a magnéziummal együtt nyugtató hatása van a testünkre, nyugtatják az idegeket, illetve az egész szív- és érrendszert is. Az alacsony energiaszint, a fáradékonyság, a gyengeség, a gyenge izomerő a legtöbb esetben azt jelzi, hogy alacsony hatásfokkal működik a testünkben a nátrium-kálium pumpa. Ez vagy nátrium, vagy kálium hiányt jelent, amit egyszerűen kideríthetünk, megsózzuk az ételt, megesszük, és ha továbbra is fennáll a fáradékonyság, akkor minden bizonnyal a káliumból van kevés. A kálium és a nátrium hiány, illetve többlet nagyon hasonló tünetekkel jár, tehát úgy lehetünk csak biztosak az állapotunkban, ha az egyiket és vagy a másikat is pótoljuk, és megfigyeljük, hogy melyik hatására van javulás. Mivel a legtöbb ember nem eszi meg a fél és egy kilogramm közötti zöldségmennyiséget naponta, hogy elegendő káliumot vigyen be, 10-ből 9 esetben a kálium szintje az alacsony, és nem a nátriumé. Ha nehezen tudsz felfutni a lépcsőn, nincs kitartásod, felfutsz, és amikor felérsz, nehéznek érzed a lábadat, ez szintén a kálium hiány egyik jele. Az álmatlanság, a szorongás, a pánik, az agyiköd is majdnem biztos jelei az alacsony kálium szintnek. Az izomgörcs, a szívritmus zavar, székregedés, a zsibbadás, bizsergés érzet is jelezheti a kevés káliumot. A stressz komoly kálium csökkentő, a mellékveség fokozott aktivitásának hatására kálium ürülés és nátrium visszatartás történik. Tehát a stressz rengeteg káliumot fogyaszt el. Nagyon sokan a stressz miatt kálium hiányosak. A túl sok kávé is csökkenti a kálium szintünket. A bőt alatt is csökken a kálium szintünk, mivel a távozó folyadékkal együtt sok ásványanyag, így kálium is távozik. Csökken a kálium szint a ketogén diéta alatt is, főként az átállás időszakában. Az ásványanyagok így többek között a kálium bevitelével tudjuk csökkenteni a ketogén diétára való átállás során a ketoinfluenzának nevezett tüneteket. Fokozottan csökken a kálium szint ezen kívül a hányás és a hasmenés következtében, műtétek esetén, vízhajtó gyógyszerek szedése során és az alkohol fogyasztása alatt is. Ha túl sok vizet iszunk, az kimoshatja az ásványanyagokat, az elektrolitokat a szervezetünkből, így a túl sok vízbevitel esetén kálium szint csökkenés is bekövetkezik. A felsoroltakon kívül sok más állapot, helyzet, betegség is vezethet kálium csökkenéshez, de ezek talán a leggyakoribb okok. Holnap érkezik a harmadik videó a káliumról, amelyben a kálium pótlásáról lesz szó. Ha szeretnéd, hogy más is megtudja ezeket az információkat, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így az algoritmus másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre.
Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled.